Döntőházként fogadta el a parlament alsóháza azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében a települések külterületén is lehet a belterületet igazoló urbanisztikai dokumentációk nélkül mezőgazdasági beruházásokat végezni. A törvénytervezetről az RMDS Szatmár megyei parlamenti képviselője számolt be híradónknak. Az eddigi előírások szerint mezőgazdasági beruházásokat, mint például istállók vagy melegházak építését csak belteleként nyilvántartott területen lehetett megvalósítani. A területrendezési tervhez szükséges dokumentáció összeállítása pedig nagyjából 5000 euró körüli összeget emésztett fel, a teljes procedúra pedig akár fél évig is elhúzódhatott. Ezt a procedúrát rövidíteni le és könnyíteni meg az elfogadott jogszabály, tájékoztatott az RMDS Szatmár megyei parlamenti képviselője, a törvénytervezet egyik kidolgozója. Fontos a gazdálkodó embereknek, akár az Európai Uniós pályázatok lebonyolítása tekintetében, hiszen lerövidül az időtartam, pénzspórolnak az emberek, illetve egy picit úgy gondolom, hogy debürokratizáltuk az egész folyamatot. Innentől kezdve, hogyha megkapnak egy urbanisztikai viszonylatot, ott már nem fognak tőlük kérni területrendezési tervet, hanem a külterületre egyből meg lehet kapni az építkezési engedélyt. A megszavazott tervezetet rövidesen kihirdeti az államfő, ezzel pedig törvényerőre emeli a mezőgazdasági szektorban tevékenykedők által régóta várt kezdeményezést. A tervezet a hivatalos közlönyben való megjelenése után lép érvénybe.